Új járdán sétálhatnak mostantól Szőgye lakói. A mintegy 300 méter hosszú, másfél méter széles járdaszakaszon rendbetették a járdaszegélyt és a patkákat is. Olyan magas volt most már a szintkülönbség itt a járda, illetve az ütközet, hogy volt, ahol 30 centivel lejjebb volt a járda. Ez a járda készült szintén a tanácsi rendszerbe, tehát már 20-valahány éve, és hát bizony azóta voltak, hogy a közműfektetések, és a járda az mindig csak szenvedett, helyreállítva nem volt. Tehát betörtődött a földdel, és elsüllyedt, tehát járhatatlan volt magyarul a 90%-a használhatatlan volt, mint járda. Több mint 5 millió forintos belügyminisztériumi pályázati támogatásból és az önkormányzat saját forrásából újulhatott meg a járda. Ennek a település résznek az életében ez is nagy dolog, hogy egy 8 millió forintos beruházást meg tudunk valósítani, illetve az önkormányzat életében is nagy dolog, mert azért két és fél millió forintos önerőt, meg hát majd azért szeretnénk itt egy kis fasort is még tenni, tehát ez lesz még egy 3-400 ezer forint plusz kiadás is, amikor úgy néz ki ez az utca szakasz, ahogyan kell. A városi nagyberuházások mellett a kisebb települések fejlődése is nagyon fontos, hangsúlyozta Simó Róbert Balázs a járda hivatalos átadóján. Az országgyűlési képviselő kiemelte, Kisbajcs környéke többek között a keleti elkerülő megépülése miatt a közeljövőben nagy változásokon mehet keresztül. Új lehetőségeket teremt. Elsősorban itt az alsó szigetközi falvak számára, hiszen már most érzékelhető az érdeklődés az ingatlanok irányába, sokan kiköltöznek Győrből, illetve hogyha a keleti országrészből átkerülnek Győrbe és itt vállalnak munkát, akkor itt vásárolnak ingatlant. De ezzel párhuzamosan megjelentek a különböző kisebb cégek is, mint a magyar kis- és középvállalkozások, és éppen ezért tartom fontosnak azt, hogy a Kisbajcsi önkormányzat a TOB-ból majd ipari park infrastruktúrális fejlesztést hajt végre, hiszen ennek kapcsán adóbevételhez jut és munkahelyeket is teremt, tehát mindenképpen a következő időszak fejlesztései itt ebben a régióban is adottak, és bízom benne, hogy megvalósulnak. Szőgye vadonatúj most már biztonságosan járható járdája mintegy 8 millió forintból épült meg.